Sokan nyugaton egyfajta Churchillt akartak benne látni, és megpróbáltak legendás hírét kelteni. Kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Zelenszky május 20-a után is megtarthatja-e a posztját. Volodymyr Zelenszky ellen több merénylet volt már. Mennyiről tudunk? Hát több mint egy tucatról tudunk, Zelenszky viszont csak 6-ról. Recseg, ropog Zelenszky alatt a szék. Az alkotmány szerint, a választási törvény szerint és a legitimáció kérdése szerint igen. És a front szerint? És a front szerint is. Az Egyesült Államok mit lép ebben az esetben? Megpróbálja megerősíteni Zelenszky legitimációját, és előkészítheti a terepet a háború esetleges jegelésére. Az ukrán kormány hetek óta lassan, de biztosan szétesik. Zelenszkyt egyre inkább az a veszély fenyegeti, hogy leváltják, jelentette ki Douglas McGregor, nyugalmazott amerikai ezredes, a Pentagon egykori tanácsadója. Mark Episkopos, a Quincy Institút kutatója azt állítja, hogy a Zelenszky jeleni májusi merénylet a szélesebb körű belső működési zavar korai figyelmeztető jele lehet. A háború átlépi a határokat, és a szomszédos országokban élő emberek végletes megosztásával politikai feszültségeket szít. Ennek a szomorú bizonyítéka a Robert Fico ellen elkövetett támadás is. Zelenszky 5-6 ellene tervezett merényletről tud, míg az ukrán média már több mint egy tucatról tudósította a közvéleményt. Az egyre romló front helyzet miatt az amerikai külügyminiszter be nem jelentett látogatásra érkezett Ukrajnába. Bidennek szüksége van arra, hogy az ukrán hadsereg kitartson a novemberi amerikai választásokig. A New York Times szerint a Fehér Ház aggódik, hogy Oroszország harctéri lendülete megváltoztatja az ukrajnai háború pályáját. Az újságnak nyilatkozó tisztviselők szerint az új forgatókönyvek a háború befagyasztását célozzák meg. A helyzet a fronton kritikus. Egyes elemzők szerint jelenleg az ukrán mozgósítással csak a veszteségek 25%-át tudják pótolni. Ráadásul Zelenszkyt politikai ellenfelei is támadják, és azt állítják, hogy korlátlan hatalomra tör. 5 éves elnöki megbízatása 2024. májusában jár le. A Népszolgája frakció vezetője a parlamentben hivatalosan is kijelentette, hogy az a politikai konszenzus, amely Oroszország teljes körű inváziójának kezdetén létezett, mostanra összeomlott. A specialistát nézitek, én Bukics Ferenc Alezres vagyok, és a mai adásunkban arról fogunk beszélni, hogy a merényletek, a fronthelyzet és a belpolitikai válság hogyan is hathat ki Zelenszky csapatának jövőjére. A mai videóban Volodymyr Zelenszky van a fókuszban nálunk, és mégpedig azért, mert ugye már számtalan merénylet kísérletet hajtottak végre ellen, a legutolsót nem is olyan régen, és hát májusban lejár az ő elnöki megbízatása, nem volt elnökválasztás. Milyen az ő helyzete, ez a merénylet mit mutat, a frontvonal mit mutat, az Egyesült Államok külügyminiszterének látogatása Kijevben mit mutat? Talán három részre oszthatnánk magát a problémát. Az egyik a legitimációnak a kérdésköre, a másik az alkotmányosságnak való megfelelésnek a kérdésköre, és a harmadik a törvényességnek való megfelelésnek a kérdésköre. Abban mindannyian egyetérthetünk, hogy amit ez az ember kibírt már az elmúlt években, az egy elképesztő teljesítmény. Tehát nagyon sokan kevesebb időt jósoltak neki, és azokkal a nehézségekkel találkozott, talán aki emlékszik még az elején, a háború elején, amikor bejelentkezett a nyugati médiumoknál, akkor elmondta, hogy lehet, hogy utoljára látják őt élve, és hogy nem biztos, hogy a következő napot egyáltalán meg fogja élni. Ehhez képest ő is és a csapata is kibírta ezeket a megpróbáltatásokat, viszont nem biztos, hogy ez a kitartás az örökké fog tartani. Emberileg sem biztos, hogy örökké tarthat, és maga a politikai támogatás, ami köré fölépült, az se biztos, hogy örökké tart. Sokan nyugaton egyfajta Churchillt akartak benne látni, és megpróbáltak legendás hírét kelteni, miközben odahaza egyre inkább megváltozik a közvéleménynek az álláspontja, sőt, még a Népszolgája párt, tehát a kormánypárton belül is egy éles törést kezd kibontakozni, egyre inkább kezdi elveszíteni azt a támogatottságát, amit korábban el tudott érni. És ez döntő részében annak köszönhető, hogy megváltozott a fronthelyzet. Nagyon sok elemző azt mondja,
hogy igazából Zelenszkijnek a legitimitását, itt most akár például ez a vita, ez a jogi vita, ami a alkotmány és a választójogi törvénynek az értelmezése kapcsán felmerült, nem ez fogja igazából befolyásolni, hanem maga a helyzet. A front helyzet teremtheti meg azt, hogy a végén esetleg meginokhat Zelenszkijnek a helyzet. Mi ez a vita? A vita döntő részében arról szól, hogy kétségek merültek fel azzal a kapcsolatban, hogy Zelenszkij május 20-a után is megtarthatja a posztját. Sokan azt mondják, hogy ez mind az ukrán törvényeknek a homályosságából adódik, bár az alkotmány az nem tiltja kifejezetten az elnökválasztás megtartását a hadiállapot alatt, az viszont kimondja, hogy az elnöknek addig kell hivatalban maradni, amíg az utódját meg nem választják. Uh-huh. És az elnöki ciklus az 5 évig tart. Az ukrán jogászok rámutatnak arra, hogy az elnök hivatal idejének meghosszabbítására vonatkozó mechanizmus valójában egy hiányos és szándékos mulasztás, és a hatalommal való visszaélés kockázatának a csökkentés érdekében rakták bele annak idején. Ugyanakkor az ukrán választási törvény viszont tiltja a választások megtartását a hadiállapot idején. A kijevi tisztviselők fenntartják azt az érvelésüket, hogy május 20-a után Zelenszkij a következő választásig egyfajta megbízott elnök lesz, és ez így törvényes. Uh-huh. Az ellenfelei azonban úgy értelmezik a törvényt, hogy szerintük az ukrán parlament elnökének kellene eljáró elnökké válnia. Az alkotmány szerint ő lenne a következő sorban, ha az elnök már nem képes ellátni a feladatokat. Volt már erre precedens a közelmúltban, amikor a parlament elnöke lett a megbízott elnök. 2014-ben, amikor Janukovics elnököt előzték, akkor az ukrán parlamentnek az elnöke vette át a feladatkört, és ezután adta át Poroshenkónak a hivatalt, miután őt megválasztották. Tehát, hogy a dolog úgy néz ki, hogy ha már nem tudja ellátni a feladatát törvényi vagy egyéb oknál fogva az elnök, akkor kötelező a házelnöknek átvenni a feladatkört, és az ő feladata addig tart, amíg a következő választásokat meg nem tartják, és meg nem választják az új elnököt. A mostani házelnök, ő nem akar élni ezzel a lehetőséggel, viszont az ellenfelek megtesznek mindent annak érdekében, hogy újra struktúrálják a képviselőházat, és megpróbálják azt a többséget megszerezni, ami elegendő ahhoz, hogy új házelnököt válasszanak meg, aki esetlegesen ezt a feladatkört végig tudja vinni. Zelenszkijnek a kormánya nem hajlandó ezzel az üggyel foglalkozni. Ugye ebben igazságot az ukrán alkotmánybíróság tudna tenni, de Zelenszkijék nagyon rosszban vannak az alkotmánybírósággal. Néhány alkotmánybíróval, meg volt alkotmánybíróval magyaráztatják a saját meglátásaikat, de nem akarják bevonni az alkotmánybíróságot, ők az ő magyarázatok szerint azért, mert hogy a korrupcióval kapcsolatos korábbi intézkedésekben az alkotmánybíróság ellenállt, és nem tudták olyan gyorsan bevezetni ezeket a jogszabályokat, mint amilyenekre szükség lett volna. Természetesen a legitimációnak a kértéskörét, illetve ezt az alkotmányossági problémakört az orosz propaganda is megpróbálja kihasználni, és maguk az orosz vezetők is jelezték, hogy lehet, hogy ők május 20-a után már nem legitim elnökként tekintenek majd Zelenszkijre. Már 140 ezeren vagyunk a Patriótán, a feliratkozók száma napról napra nő, köszönjük nektek! Büszkeséggel tölt el, hogy egyre többen iratkoztok fel. De sokan még mindig feliratkozás nélkül nézik meg a videóinkat. Friss elemzéseim azonban nem biztos, hogy eljutnak hozzád, ha nem vagy feliratkozva a Patrióta YouTube csatornájára. Tehát kattint a feliratkozásra itt a videó alatt, és akkor minden friss tartalomról értesítést kapsz majd. Most pedig folytassuk. Én azt látom, hogy van ez az egyik legitimitási láb, ami ugye a belpolitika és az emberek támogatása, ami nagyon-nagyon fontos, pláne ilyen háborús helyzetben, és nem nagyon lehet kibeszélni ebből a háborús helyzetből, hiszen akkor szétesne az ország, és elmegy a támogatottsága az ellenállás mögül, akkor igazából nincsen mit tenni. Nyilván csökkent, ugye ezt mutatják a felmérések is. A másik láb, az pedig a legitimitásé, az pedig az, hogy gyakorlatilag Ukrajna sorsa azon múlik, hogy a külföldi támogatók mennyi fegyvert és pénzt juttatnak be az országba jelen pillanatban. És ehhez Zelenszkij kellett idáig.
Van alternatívája? Mindenki tart, a nyugat is tart attól, hogy egy Ukrajnában zajló átrendeződés az még szélsőségesebb csoportokat jutathat esetleg hatalomhoz, és ők szeretnének valamifajta mérsékeltebb irányt működtetni. Szerintem az elnöki tanácsadó testületben többen vannak olyanok, akik egyfajta utódok lehetnek, akik jól be vannak építve amúgy nyugati politikai életbe. És emellett pedig ne feledkezzünk el a kijevi főpolgármesterről, Klitschkóról sem, akit az első időszakban nem nagyon szerették volna, hogy túl megmutasson magát. Tehát pont ez a Nuland féle telefonbeszélgetés kapcsán arról szólt, hogy Klitschkó maradjon a háttérbe, már ebben az időben is egyfajta vésztartalékként gondolkodtak róla. Ugye nemrégiben döntés született arról, hogy 3 milliárd dollár értékben támogatják az ukránokat. Ez a pénz a befogyasztott orosz eszközöknek, a pénzügyi eszközöknek a hozamából kerül biztosításra. Na most erre mondják az ukránok azt, hogy hát ez a semminél is kevesebb, körülbelül, vagy valamivel több, mint a semmi. És valójában nekik az egészre, tehát a 300 milliárd dollárnyi orosz pénzügyi eszközökre szükségük van annak érdekében, hogy ezt a háborút folytatni tudják, vagy meg tudják nyerni. Erről már többször hallottunk, Zaluzsnyit is hallottuk arról, hogy majdnem 7-8-szor több fegyverre, harckocsira, rakétára van szükség, lőszerre van szükség, mint amennyit kapnak, és hogy a pénzügyi eszközök is több 100 millió dollárra kell, hogy rúgjanak annak érdekében, hogy ezt a háborút eredményesen tudják folytatni. Na azért ilyen jellegű támogatásokat nem ígért meg a nyugat, és nem biztosít a számukra, és azt látjuk, hogy például az európaiak, bár nagyon elkötelezettek Ukrajna támogatása kapcsán, őnekik is nagyon óvatosan meg kell nézniük, hogy egy gyengülő európai gazdaság mellett valójában mibe fektetnek és mennyit. Tehát valamennyi pénzt oda tudnak majd adni, de ami már kockáztatja, még jobban kockáztatja, hogy a belpolitikai helyzetek esetleg még jobban eldurvulnak, az infláció emelkedésével, az áraknak az emelkedésével, azért számolhatnak egy belpolitikai ellenállásra is, na ezt nem szeretnék megkockáztatni az éppen uralmon lévő európai politikai csoport. Említetted azt, hogy az Oroszországban Volodymyr Zelenszky lekerült a keresett bűnözőknek a listájáról. Mire következtetsz ezzel kapcsolatban? Nekem az jutott eszembe, hogy esetleg készülnek egy olyan esetre, hogy talán tárgyalásokra kerül, hogy kapcsolatfelvételre kerülhet sor? Az egyik a New York Times legutolsó híre arról szól, hogy egyfajta jegelés kellene ebben a háborúban, az meg valamifajta tárgyalásokat feltételez. Mire gondolunk? Nem biztos, hogy kitart a Zelenszky csapat novemberig. Tehát nem biztos, hogy az ukrán haderő kitart novemberig, és ez meg súlyosan befolyásolhatja Bidennek az újraválasztási esélyeit. Viszont ha egy kicsit sikerülne jegelni a konfliktust, valamilyen úton, módon elérni, az dupla haszon lenne, mert nem csak a választásokkal, hanem esetleg bizonyos hadipari kapacitásoknak a felfejlesztése, meg szállítások eljuthatnak Ukrajnába, vagy katonák kiképzésre kerülhetnek. Időt nyerhetne. Ukrajna, viszont ebben ugye Zelenszky eddig hajthatatlan volt, ugye olyan törvényt hoztak, amely megtiltja a Putyinnal való egyezkedést, ráadásul ugye azóta tovább mentek, nem hajlandóak elfogadni az orosz választásuknak az eredményét, tehát szerintük illegitim elnökként van jelen Vlagyimir Putyin. És erre volt egyfajta válasz, amikor ugye erre a kijelentésre, hogy erre a bűnözőknek a listájára, a keresett bűnözőknek a listájára felkerült Putyin, és erre volt válasz, hogy a keresett bűnözők listájára felkerült Zelenszky. Ez megint egy ellenintézkedés, mert így egy bűnözővel szintén az orosz kormányzat sem tárgyalhat. Az, hogy erről a nyilvántartásról lekerült néhány nappal ezelőtt, amúgy mindenféle sajtó közlemény meg ír nélkül lekerült erről a listáról, az azt mutatja, hogy mégiscsak valami folyik a háttérben. Sokszor beszélünk róla, hogy persze a mainstream médiában is folyamatosan tagadták, aztán szépen lassan a háború során többször is kiderült, hogy azért az amerikai szolgálatok és az orosz szolgálatok kapcsolatban vannak egymással, és mögöttes csatornákon azért folyik valami fajta egyeztetés, ami én teljes mértékben nyilvánvalónak tartok, mert annak érdekében, hogy ha igazi komoly háborús eszkalációt el akarnak kerülni, akkor kell egyfajta forró drót, amin keresztül azonnal gyorsan tudnak információt cserélni egymással, mert ha ez nem így volna, akkor elég felelőtlenül járnának el a világ sorsával kapcsolatban.
Zelenszkijt 2019 áprilisában választották elnökké és májusban iktatták be. Ha nem rendelték volna el a hadi állapotot, a következő elnökválasztást 2024. március 31-én tartották volna meg, és Zelenszkij hivatali ideje május 20-án járt volna le. Hasonlóképpen, ha nem lenne statárium, a parlamenti választásokat 2023. október 29-én tartották volna meg, és a 2019. júliusában megválasztott jelenlegi parlament mandátuma véget érne. Zelenszkij kritikusai a csökkenő népszerűségi mutatók alapján megkérdőjelezték legitimitását. Ez azonban még mindig viszonylag magas, és 50% felett maradt. Eddig egyetlen ukrán elnök sem örvendett még 50% feletti támogatottságnak, 5 évvel a megválasztása után. A népszerűség azonban kevés. Zelenszkijnek egy teljesen felszerelt új hadseregre van szüksége. Denis Maljuska, ukrán igazságügyi miniszter nemrégiben a Politikónak azt mondta, hogy az EU által felajánlott évi több mint 3 milliárd dollár majdnem semmi, és több száz milliárd dollárra van szükségük ahhoz, hogy megnyerjék a háborút. Az EU, az USA és a szövetséges országok mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki pénzzel rendelkeznek, és Maljuska szerint Ukrajna az egészet akarja. A béke még messze van. Ukrajna nem lát jogi alapot arra, hogy Vlagyimir Putyint az Orosz Föderáció demokratikusan megválasztott és legitim elnökének ismerje el. És felszólítja a világot, hogy ne ismerje el az orosz választások eredményeit. Az orosz kormány pedig a keresett bűnözők listájára tette az ukrán elnököt. Talán az egyetlen jó hír, hogy Zelenszkij körözése nemrégiben mindenféle magyarázat nélkül eltűnt az orosz belügyminisztérium honlapjáról. Közben egyre nagyobb a nyomás az ukrán menekülteken. Olaf Scholz német kancellár szerint csak azok az ukránok érezhetik magukat biztonságban, akik elkezdenek dolgozni és hasznára lesznek a német államnak. Scholz ellenzéke, a Kereszténydemokrata Unió már jelét adta annak, hogy ők örömmel visszalöknék az ukrán menekült férfiakat a hadseregbe. Román Proszek, Hessen tartomány CDU-s belügyminisztere múlt héten kijelentette, hogy Németországnak segítenie kellene Ukrajnát abban, hogy a harcok során támaszkodhasson azokra a férfiakra is, akik külföldre menekültek. Az ezer éves magyar államiság megtanított nekünk valamit, amit lehet, hogy Ukrajna még nem tud. A nép és az ország nem attól veszik el, hogy csatát vagy háborút vesztünk, hanem attól, hogy maga a nép elveszik. A vírusjárvány, az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktus újabb és újabb, korábban nem létező törésvonalak mentén osztotta meg a magyar társadalmat is. Ha igazi jövőt szeretnénk ennek az országnak, akkor elsősorban arra kell összpontosítanunk, hogy a párbeszéd fennmaradjon közöttünk, és tisztállásuk a saját érdekeinket. Deák Ferenc szerint öncsorsunkról magunk rendelkezhetünk, és ha kockára tesszük azt, önmagunk szenvedjük meg a kárát. De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becsesebb előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden veszélytől, és a szeretet óvatosságával kell azt megőriznünk. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad. Az általam sokat emlegetett Zrínyi Miklós szerint szép és dicső dolog a hazáért meghalni, még szebb a hazáért élni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.